Több mint húsz szakember volt ma jelen Kecskemét megyei jogú város operatív törzsének megalakulásán, amelyet Szemerei Népataki Klaudia hívott össze. Többek között az állami népegészségügy, a kormányhivatal, a közoktatás, az egészségügy, a rendvédelmi szervek, valamint a városüzemeltetés és a kultúra területén dolgozó szakemberek vettek részt az ülésen. Itt szó volt arról is, hogy az önkormányzatnak milyen feladatai lehetnek azokkal kapcsolatban, akik hatósági házi karanténba kerülnek. Az új kormányrendelet szerint ugyanis azok a magyar állampolgárok is hatósági házi karanténba kerülnek, akik Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkeznek az ország területére. Akkor is, ha tünetmentesek. Ebben a hatósági házi karanténban kell az önkormányzatnak egy olyan feladatot teljesítenie, hogy a gondoskodásban nyújt segítséget, támogatást. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nem megbetegedett emberekről beszélünk, nem olyanokról, akiknál kimutatták, hogy vírus által fertőzöttek, csak erről a területről érkeztek de az óvatosság szempontjából kötelesek 14 napig az otthonukban maradni, és minden ellátást, tehát gyógyszerek beszerzését esetleg, élelmiszerek beszerzését, és minden, ami fontos dolog, ami az ő ellátásukhoz szükséges, nem egészségügyi ellátás, nem ápolási feladatról beszélünk, abban meg kell szerveznünk az ő ellátásukat, gondoskodásukat. Kecskemét polgármestere elmondta, minden olyan állampolgárnak, aki külföldről tér haza, javasolja, hogy két hétig tartózkodjon otthon, a koronavírus járvány ugyanis így előzhető meg a leghatékonyabban. Szintén fontos, hogy minimálisra csökkentsük a közösségi rendezvényeken való részvételt. Az elsődleges feladatunk az, hogy most csak azzal foglalkozzunk, csak olyan emberekkel találkozzunk, csak olyan közösségben menjünk, csak olyan eseményeken vegyünk részt, amelyek feltétlenül fontosak a munkavégzésünkhöz, illetve a mindennapi életvitelünknek elengedhetetlen részét képezi. Minden, ami az egyéb szórakozást, kikapcsolódást jelenti, ezt én most azt javaslom mindenkinek, hogy vizsgálja fölül, és ne, ne találkozzon nem a nem ne menjen közösségbe, hanem próbálja meg az otthonában a szűk családi körében a legkisebb távon, a legkisebb kontaktot létesíteni, hiszen ez a legfőbb fegyvere annak, hogy hogyan tudjuk megakadályozni a vírusnak az elterjedését. A koronavírus kapcsán tett intézkedésekről Kecskemét polgármestere a közélet című műsorban beszél a híradó után. egészségügyi vizsgálat után azon.